sarok, itt fornak a legjobb sörök, itt születnek a legszebb sorok, Tiszapartról, ami örök. Kis ország, ne légy szomorú, mindenki szeretője van, lesz itt még sok száz rendezvú, gyerekeink édes anyagra. Kis ország, ne légy szomorú, én arra szomjazom a zene, éhes meg látott fűs alapú, de nekünk a világ, a világ, a világ közepe. Fergeteges zenei élményben volt része mindazoknak, akik az Ichiliget nagy színpadára esküdtek. Az elmúlt 20 év egyik meghatározó magyar zenekara, a Magna Cum Laude bizonyította kivételes kvalitásait. Szabó Tibor az együttes gitáros zeneszerzője természetesnek tartja, hogy stílusos egyedi dalaik vonzzák a vágyfülű közönséget. Ides tova, 20 esztendősek vagytok. Ez azt jelenti, hogy most már felnőtt korba léptetek, meg annyi kult dal fűződik a nevetekhez. Miként lehet ezt a szintet megőrizni, hiszen most már elvárások is vannak? Nem könnyű nyilván, de valahogy az ember, mint ahogy a jó bor szokott lenni általában, hogy beérik, szerintem egy zenekar is vagy el tudja ezt dönteni így magába egy bizonyos siker után, hogy megtörténik az, hogy na most figyelünk és mindent úgy csinálunk, ahogy, vagy pedig mindent el lehet puskázni. Mi nem puskázzuk el. Nyilvánvaló, hogy a színezdújra, a pálinkadal, a vidéki sanzon meg annyi csoda. Hogyan készültök új dalokra? Hogyan sikerül megőrizni azt a stílust, amit jószerivel a közönség most már magáénak érez? Hát az a helyzet, hogy nekünk van egy ilyen nagy hármasunk, én vagyok a zeneszerző, én írom a dalokat. Azt, hogy én milyen dalokat nekem, nem tudom, hát én örülök, hogyha mindenki azt gondolja, hogy nekem van egy stílusom. Én soha nem szerettem volna senkit kopizni, viszont én olyan zenéken nőttem fel, a nagy klasszikus magyar dalokon, az LGT-t, a Piramison át, a mindent hallgattam, tehát, de ugyanúgy belértve a Hungáriát, és ezt valahogy így hoztam így magammal, hogy engem bizonyos értelemben persze, hogy foglalkozok én, tehát én nagyon képbe vagyok a mai modern zenével is, de valahogy ezt a kettőnek az ötvözete, aztán ott van nyilván Misa, mint a szövegíró, neki is van egy egyedi világa, és hát Misit meg nem szabad el kifelejteni ebből a történetből, mert szerintem nem azért, mert a Magnának az énekese mindenféleképpen más fórumokon is, meg mindenhol el szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legjobb énekes, és az egyik legjobb frontember. Tehát ez a hármasunk nekünk így nagyon erős. Gyerünk, tavasz, maradj, kavasz, hiába van néha kovált viharban. Gyerünk, tavasz, ügyet, fagasz neki, de sosem fogsz kimenni a divatban. Milyen gondolatokkal fogadtok el egy ilyen meghívást, hiszen Gyula is származásuként, tehát vidéki srácként azt hiszem, hogy ez egy mindig különleges, hogy nem csak Pest. Hát ez nagyon jó érzés nekünk, de egyébként nem, tehát nem értem, hogy mire gondolsz, de nem szabad ezt a dolgot így ennyire nagyon így belegondolni, hogy most mi vidék meg mi Pest, mert tehát azt se lehet kizárni, hogy nagyon ott működik minden és ott kell lenni. De nagyon jó érzés, tehát amikor egy vidéki sanzon Misi fölkonferál, és mondja, hogy jön a vidéki sanzon, valahogy az embernek a szíve máshogy dobban, mert úgy a vidéki emberek úgy tényleg nem azért, mert egy ilyen outsiderként kezelik a magukat, meg így, hogy mi történik ebben az országban, mert mindenki annak érzi magát, aminek akarja. Tehát én, ha engem levidéki gyerekez bárki, akkor vidékezzen, hogy én belül azt gondolok magamról, amit akarok, melyek, csinálom a dolgom és kész. Együtt,
Mező Misi a szeretnivaló szertelen országos közönség kedvenc, idestől a 2 évtizede építi azt a hidat, amely a sikerhez vezet. A hittel élő, a szabadító kegyelem embere mára egy tudatos példaképpé vált vadhajtások nélkül. Ebben a hónapban ünnepelted a 40. születésnapodat, és egy kis számvetés, hiszen az együttes, illetve a Magna Cum Laude pedig jövőre lesz 20 esztendős. Tehát az életed fele a Magna Cum Laude. Milyen érzés ez? Jó érzés, bár én soha nem az az ember voltam, aki így számot vett az életére, hogy mi volt akkor, mikor 20 éves voltam, és mit értem el, vagy mit szerettem volna. Engem mindig a jelen pillanat érdekel. Korábban azért hajlamos voltam inkább a jövőbe tekinteni, vagy a múltból táplálkozni, most már ezek a vadhajtások lekerültek, úgyhogy most próbálom megélni a mostot, a pillanatot. Nagyon jó érzés volt, hogy a barátaim felköszöntöttek egy ilyen kis videóval. Ez nagyon megható volt. Én nem nagyon kedvelem az ilyen nagy felhajtásokat, az ilyen meglepetés bulikat, úgyhogy ettől a feleségem is eltekintett. Bár bevallotta a születésnapom után, hogy elkezdte szervezni, csak látta, hogy annyi elfoglaltságom van a naptárba koncert, hogy nem tudta volna összeszervezni normálisan, de azt megígérte, hogy ha 50 éves leszek, akkor lehet, hogy lesz egy ilyen meglepetés kis puli. Hiteles maradtál. Ez a legfontosabb, azt hiszem, a zenésztársaid és a közönség számára is. Ehhez mennyiben járult hozzá a lelked jobbik fele és a három töpörtyű? Hát én nem tudok úgy csinálni semmit, hogy nem érzem magam önazonosnak. Szerintem az nagyon fontos, hogy amit teszünk, azt egy az, hogy 100%-osan tegyük, ne csak felszínesen, és megmaradjunk ugyanazoknak, akik vagyunk. Az ember persze nem tud kibújni a saját bőréből, nekem soha nem is volt célom. Hála a jó Istennek, kegyes hozzá, mert más dologba is ki tudtam próbálni magam, ez volt a tévézés mondjuk, és nekem ott is saját magammal szemben egy elvárás volt az. Igazából érdekelt az, hogy tudok-e Mező Misi maradni abban a helyzetben, és a visszajelzések azt mutatják, hogy tudtam Mező Misi maradni, ez nekem mindennél fontosabb, úgyhogy, de ezek máshogy fogom föl, ezek nem az én érdemeim, én nekem van egy ajándékom az Istentől, amivel próbálok élni. Próbálok jól sáfárkodni. Nem tudom, hogy sikerül, vagy nem sikerül. És itt gondolok a zenei talentumomra, vagy tehetségemre. Ezért én nem sok mindent tettem, ha lehet így mondani. Ezt én kaptam, és én ezzel próbálok élni, és próbálok ezért hálás maradni Istennek. Ebben mennyit segített a szabadító kegyelem? Nagyon, ugyanis ez volt a témám a szakdolgozatom megírásán, a szabadító kegyelem, ugyanis teológus hallgató vagyok, negyedikes vagyok, most végzem. Úgyhogy igen, ebben nagyon sokat segített, de legalább annyira fontos az üdvözítő és szabadító kegyelem mellett a megtartó kegyelem is, úgyhogy... Mindig a minőségre törekedtetek, ennek ellenére azért nincs magyar ember, magyar zeneszerető ember, aki a vidéki sanzont, a pálinkadalt ne fújná. Hogyan lehet ezeket a dalokat túlszárnyalni? Egyáltalán szükség van-e rá? Hiszen a saját stílusotok megvan, és valamennyi dal népszerű. Minden zenekar életében vannak olyan dalok, amik meghatározóak. Amit 40 év múlva is kívánni és kérni fog a közönség, sőt olyan is előfordul, hogy azzal a pár dallal azonosítanak be egy-egy zenekart. Ezzel semmi probléma nincs. Mi is ezek közé tartozunk valószínű. Bár hogyha valaki mélyebben gondolja a mi munkásságunkat és utána néz, akkor azt felfedezheti a másik oldalát is ennek az egész történetnek, hogy vannak mélyebb gondolatú dalaink is, csak hát azoknak lehet, hogy mi se adtunk elég teret, nem tartottuk fontosnak. Volt egy-két ilyen próbálkozásunk, de kudarcba fulladt, megmondom őszintén. Például ilyen volt a Sirató című dalunk, amire Czakó Ferenc készített a Homok Animátor a videóklipet. Azt gondoltuk, hogy ez annyira jó ez a dal, legalábbis nekünk annyira tetszik, hogy ez megérdemel egy vizuális élményt is a közönség felé. De nem volt sikere. A rádiók se játszották értelemszerűen, mert egy mély, lassú dal.
De mi nem bántuk meg, hogy hoztunk egy ilyen döntést. Persze, hogy az embereknek zömében azok a dalok kellenek, amit hallanak a rádióban, amikből slágerek lesznek, de vannak olyan igazán nagy fanatikus Magna Cum Laude rajongók, akik más dalokat kedvelnek. Egy példát hozok föl, majdhogy de minden évben csinálunk egy Magna Cum Laude tábort. Most az utóbbi időben nem volt, mert olyan elfoglalt volt a zenekar, de jövőre szeretnénk, 20 évesek leszünk jövőre, és szeretnénk egy ilyen tábort csinálni. És ott van egy kívánság koncert, ami azt jelenti, hogy a tábor lakók szavazhatnak és állíthatnak össze egy koncert műsort, hogy mit játszunk a tábor lakóknak. Nem fogja elhinni senki, de a Pálinka dal és a Vidéki Sanzona soha nem kerül a repertoárra. Úgyhogy akkor az egyszer fordul elő az, hogy koncertet adunk úgy, hogy nem játsszuk ezt a két dalt. Nem szeretném. Utolsó kérdés mindenképpen arra kell, hogy vonatkozzék, hogy számunkra a koronázási napok, koronázási játék, Szent István napja, Nagy Boldogasszony napja rendkívül fontos. Neked a hittel élő ember számára, amikor megjön egy ilyen meghívó, mint a székesfehérvári, mi az első gondolatod? Hát Szent Istvánról beszélünk, mi vagy hívő ember vagyok, a kereszténység nagyon fontos. Már én mindig arra lettem volna kíváncsi, hogy megünnepeljük ugyanezt, de ha visszamennénk az időbe, az akkor élő magyarok, akiknek föl kellett venni a kereszténységet, azok mennyire önként dalolva vették fel a kereszténységet, vagy mennyire volt ez egyfajta pressing, ez csak mint elméleti síkon jegyzem meg. Hála Szent Istvánnak és hála a Jóistennek, hogy keresztény ország lettünk. Ami egy olyan értéket adott a magyar nemzetnek, amit máshonnan nem feltétlen kaphatott volna meg. Tehát ördögfej helyett kereszt. Abszolút. Hát ördögfej, így igaz, a lábamon a díszeleg. Ennek is van egy története, és azon dolgozom, hogy eltüntessem. De hát az ember megváltozott, de hát nem tudja kitörölni a múltját. Amit ábrázol ez a tetoválás, az egy ördögfej, de azt tudni kell, hogy nekem a legelső tetoválásom ott lent a lábamnál, a bokámnál, az egy kereszt, amit én tetováltattam magamnak bele a lábamba, és úgy gondoltam, hogy nem, annyira nem szép, ezt valamivel el szeretném tüntetni, és a sátán az mindig bele akar férkőzni a mi kis életünkbe, és valamiért ezt az ördögfejet tetováltattam oda. Úgyhogy a sátán győzedelmeskedett, de most úgy gondolom, hogy a Jóisten fog győzedelmeskedni, mert azt onnan el fogom tüntetni. Ezen az estén megtapasztalhatta valamennyi korosztály, milyen is az, ha egy zenekar mindenféle allűr és állarc nélkül adja önmagát, amikor a rajongás egyszerre szól a személynek és a produktumnak. Egyedi színpadkép, őszinte életigenlő szövegek, különleges dinamikus erőtől duzzadó zene, amely a színpadon és a közönségben is hatalmas energiákat szabadít fel. Ez az Anna és a Barbies, az egyik legtöbbet koncertező magyar rockbanda. A zenekar a királyi napokon adott koncertet, amelynek hatalmas sikere volt a városlakók körében. Kódolt, tajgetott.
A zenekart 2004 őszén Budapesten alapította meg Pásztor Anna énekesnő és színésznő, valamint testvére Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálását követően rövid 2-3 hónapos próbaidőszak után belevetették magukat a Pesti Klub élet sűrűjébe. Mi mindenünket adjuk, mi a jelenünket, múltunkat, jövőnket adjuk, tehát egyszerre becsomagoljuk az eddigi életünket, a fájdalmainkat, az örömeinket, a bánatunkat, a boldogságunkat, mindent adunk, tehát a szerveinket adjuk, tényleg sejtszinten mindent, ezt csak így lehet csinálni. Tehát ilyen megúszásra nem lehet menni. A basszusgitárosunk szokta mondani, hogy megyünk föl meghalni a színpadra, és konkrétan, tehát már majdnem szó szerint mindenünket adjuk. Tehát ez a teljes odaadás. És ha már ugye rajongók, hát Opusztaszer nem mehetünk el ez mellett. Igen. Mióta van ez a fesztivál? A fesztivál, a Woodstock az Ugaron nevű fesztivál idén volt a 6. évben megtartva, és idén lett hivatalosan fesztivál. Ugyanis ez úgy indult, mint egy kis tábor, zenekari tábor, tehát az első évben csak olyan 30-an voltunk, és tényleg kint sátraztunk, és jurtákban zenéltünk, és utána minden évben többen jöttek úgy zenekarok, mint közönség, és tavaly már tarthatatlan állapotok voltak, kezdett veszélyes lenni a létszám, és annyi zenekar is jött, hogy kénytelenek voltunk újabb színpadokat felhúzni, és idén tényleg hivatalosan, legálisan, mindenféle kordonozátsággal és elképesztő line-uppal, tehát szerintem az egyik legprogresszívabb fesztivál lett Magyarországon. Az a fesztivál, aminek minden napján, mindenhova, minden meg akartam nézni, és ugyanúgy láttam, hogy a többi zenekar zenészei is jöttek velünk, ott maradtak, ott aludtak, backstage-ben ébredtünk, mentünk át megnézni a többi zenekarból mindent, és az újdonság erejével tényleg csillagszagú éjszakákat töltöttünk lent. Csodálatos fesztivál. Milyen együtt dolgozni egyébként Kis Tibivel, ha már az újdonság varázsát említetted, mert hát azért nem minden nap láthat titeket együtt a közönség. Kis Tibivel együtt dolgozni olyan, mint egy ilyen buja mese, vagy egy ilyen tényleg egy csillagporos álom. Ő tényleg egy ilyen, egy olyan úriember, egy olyan múltból idejött space úriember, aki egy álmodozó nagy gyerek. Aki kedves, és mégis esetlen, és profi, és mégis teljesen friss, és avval a búgó hangjával tényleg trubadúr, és bájos számokat csinál, és inspirálja az embert, és olyan, mint a tesóm lenne. Tényleg ez tényleg ilyen csillagközi utazás együtt, ilyen kézenfogva szökellés az univerzumban, fantasztikus vele lenni. Mindjárt a harmadik fellépés egy nagyszabású R&B hip-hop koncert volt a Moulin Rouge-ban, gyönyörű látvány és rengeteg sztárvendég kíséretében. Nem sokkal ezután egy angol menedzser segítségével 2005 tavaszán megjelent Passion Fruit című angol nyelvű lemezük, amire felfigyelt a hazai kiadó. Szeptemberre elkészült az itthoni lemezük, az első, amelynek Tango című dalára klip is készült. A siker és a zene tehát dübörgött. Hogy a csúcson legyek, ó, enyém lett az Everest. Megmásztam, de nem ereszt. Láttam én egy kunyhót, kis tóval még régen. Most hátul van a kertemben, mégsem úgy jön az egészen. Ó, olyan gyors az autó, hogy lehagyja a hangot. Régen nem is hallod már meg, amiket én mondok. Lehagyja a fényt is a repülőképen. Itt kuksolok azóta, én fent a fag sötétben. 2008-ban a zenekar Lenny Kravitz előzenekarékként játszott a Papp László budapesti sportarénában. 2009-ben Pásztor Anna az Aranyi Rockzenei Díjkiosztó gálán az év énekesnő díjat vehette át. 2010-ben pedig ismét a Papp László sportaréna színpadára léphettek, ezúttal az AHA zenekarral megosztva azt. A One Two rockzenei magazin címlapképnek választotta az ebben az évben megjelent Gyáva forradalmár album borítóképét. 2012-re pedig az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá válik, azóta is városról városra, fesztiválról fesztiválra járnak.
Ebben az évben jelent meg negyedik lemezük A nem címmel, amelyet a közönség mellett a szakma is elismert, az év legjobb rockzenei albuma kategóriában fonográf díjat is kapott. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Az öletbe borultam, többi el sem tudtam menni. Kezdjétek szeretni, kis Tibor! Kezdjétek nevetni, hogy legyen mit nevetni. Neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdetek szeretni. 2014-ben jelent meg a Szabad Esés című album, évvégén pedig teltházas születésnapi koncertet tartottak a Szimacsarnokban. Legutóbbi Utópia című lemezükhöz különleges koncertsorozatot szerveztek. 2016-ban igazi összművészeti turnét mutattak be az ország különböző pontjain, ahol a cirkuszművészet, a kortárs költészet és a 21. századi vizualitás jelent meg Szabó K. István rendezésében. Az utolsó állomáson a fővárosi nagycirkuszban a zenekart is bemutató koncertfilm is készült Álmatlan címmel. Az együttes pénteki koncertjének vendége a Quimby frontembere volt, akivel a kezdetekről beszélgettünk. Kis Tibor eredetileg képzőművész szeretett volna lenni, 16 éves kora körül kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. Bátyám gitározott, van egy 5 éves, fél éves vel idősebb bátyám, és ő hozta be így a rock'n'rollt a családba, és ő már ilyen alternatív volt, meg hippi, meg minden, és neki volt egy hangszere, és ő gitározgatott otthon, és akkor az a varázs, akkor elcsentem tőle tulajdonképpen, meg lestem tőle az akkordokat, meg ilyen leírattam vele ilyen akkordoknak, hogy hogyan kell, az E-dur, és akkor olyan idegesítettem, hogy hagyjam már, és akkor meg úgy figyeltem, és akkor így. Azóta is ezt csinálom, általában csak így figyelgetek. De azért van-e még hangszer, amin szívesen játszom? Nagyon szívesen zongorázom, nem nagyon tudok, de szeretem a hangszert. Igazából bármilyen hangszert nagyon szívesen kipróbálok, nem mindenki örömére. Hogyan kezdődött tulajdonképpen a te, és mondhatjuk így talán, hogy a Quimbynek a kapcsolat? A Quimby zenekar az már úgy alakult, mert volt egy gimnáziumi zenekarunk együtt, a Quimby három, jelenleg is három tagjával, Livusszal, Fefével. Mi hárman a gimnáziumban egy ilyen tipikus ilyen gimnázium zenekar, az Október zenekart alapítottuk meg, abban benne voltunk, és amikor vége volt ezeknek az időknek, neki szana szétment külföldre, Budapestre, akárhova, akkor darabig nem volt, csak ilyen dzsemelgettünk, és később, mikor a Livius is visszajött Amerikából, egy másfél év múlva, akkor kitaláltuk, hogy csináljunk valamit, és akkor még név még nem volt meg, és akkor ugyanez a három ember már benne volt, ahhoz vadásztunk még lelkes kollégákat, partnereket, barátokat, és akkor úgy egy fél év után, vagy év után lett Quimby a neve, ami most nagyon hosszú sztori, hogy miért, de hogy az rajtunk ragadt az a név, azt is csak egy napra találtuk ki, mint az addig neveket, csak az lusták voltunk, már újat kitaláltunk. És hát azért nem túlzok, ha azt mondom, hogy imádnak titeket a rajongók, milyen a kapcsolatotok velük? Hát, vannak, akik szeretnek minket, nagyon sokan, hál' Istennek, biztos olyan is, aki nem. A kapcsolatunk hagyományos zenekar és közönség kapcsolat, színpad és földszint. Én azt gondolom, hogy talán észreveszik az emberek, hogy minden koncert, minden fellépés, minden olyan dolog, amit mi a zenével megpróbálunk ugye létrehozni, az azért is van, hogy ők kis utazhassanak velünk és az örömüket lejjék. Remélem ezt érzik. És épp ezért nincs nekünk ilyen, hogy kevésbé fontosabb fellépés vagy valami, és talán ezért van egy... Ugye Magyarország ez egy speckó, kisebb és intimebb piac. Már szinte családtag néha a közönség soriból valaki, vagy mi fordítva a közönségből, mert hogy olyan sokszor találkozhat velünk, ha éppen van egy olyan mániája, hogy eljön mondjuk sok koncert. Tehát egy kicsit közelebb vagyunk mi, mint általában, úgymond mindenki világsztár, vagy valami ilyesmi. Fehérvárhoz egyébként milyen kötődésed van, léptetek-e már itt fel? Játszottam, többféle formációval Fehérváron gyakorlatilag, azért az így nagyjából be van csatolva
ez a város ugye a zenei térképen. Ugye fesztivál is van, itt klubok is vannak, kisebb, nagyobb helyek, úgyhogy viszonylagos rendszerességgel ezzel az a Quimbivel, Budapest bárral, most már Aranyakkort kis duommal is megfordulunk itt a városban, most meg Láma Annáékkal. És azért áruld el, hogy mit csinálsz, hogyha nem énekeltek, hogyha nem muzsikáltok, azért érdekel téged nagyon sok más dolog is, hogyha jól tudom, olvashattuk rólad, például azt is, hogy hát különböző a képzőművészetek szegmenseibe is betekintést nyerhetünk, hogyha rólad van szó. Hát sőt, nekem az a tanult szakmán, én képzőt végeztem festőszakon, igazából, ha valaki problémája van a zeném, vagy a gitározásom, akkor lerajzolom, mert azt jobban tudok. Mai napig azt is csinálom, ez egy ilyen összeszed, nem választom már annyira ezeket, nyilván, amikor az ember képet fest, akkor az nem szól, de hát már igazából zenélő képeket is lett. A rock zene az meg gyakorlatilag olyan kicsit, mint a happening, ami egy képzőszedi műfaj. A szövegek, azban meg van képiesség, tehát ezek a vizualitás, a zene, ez egy csomó minden, inkább nekem egy ilyen nagy halmaz, és amúgy bútorokat is szoktam csinálni, meg lámpákat is, sok mindennel szeretek így foglalkozni, de amit leginkább ismernek az emberek, az mégiscsak általában a zene. Az a leghangosabb, meg mit. Az énekes képzőművészként a Budai Gyermekkórházban a művészetterápiás csoport tagjait segíti művészeti fejlődésükben. Nem csak képzőművészként és zenészként dolgozik, hanem hangos könyveken is szerepel előadóként. Zenei teljesítménye mellett költőként is számon tartják, de a szövegei sokak szerint önálló versekként is megállják helyüket. A zene és a dalszövegírás mellett képzőművészettel, festészettel is foglalkozik. Tanárként 2007-ben mutatkozott be a Magyar Író Akadémia dalszövegíró mesterkurzusán, ahol Varga Líviusszal együtt tartott előadásokat. Előadóként részt vesz a Budapesti Bár koncertjein, lemezein is.